Ugorja képbe! A művészettel kapcsolatosan sokaknak van egy olyan elvárása, hogy szép és kellemes dolgokat ábrázoljon. Ha már az életben vannak tökéletlen és fájdalmas jelenségek, legalább a művészetben lehessen felhőtlenül gyönyörködni. Szerencsére mindig voltak olyan művészek, akik úgy gondolták, hogy a festészet feladata nem csupán a tökéletes szépség ábrázolása, hanem az is, hogy az emberi lét árnyasabb oldalait is megmutassa, a szegénységet, a betegséget, a kiszolgáltatottságot, vagy bármilyen szívbe markoló emberi állapotot. Ilyen bevállalós festőművész volt José Ribera, spanyol művész, akit választott hazájában, Nápolyban Giuseppe Riberaként ismertek, és az ő Dongalábú fiú című képét fogjuk ma megnézni. Giuseppe Ribera ezt a művet, mint életműve nagy részét Nápolyban készítette, egy flamand képkereskedő megrendelésére. Ez az egyik utolsó jelentős műve, és számos művészettörténész gondolja azt, hogy az egész Ribera életmű kulcsműve ez a festmény. A párizsi Louvre őrzi, én sajnos már nagyon rég nem voltam ott személyesen, de a honlapon az áll, hogy a 713-as teremben ki is van állítva. A kép egy egész alakos portré, a tájba helyezve mutat be egy nápolyi koldusfiút. Testi fogyatékossága, deformált lába jól látható. A képnek csak a 19. században adtak címet, és ekkor Dongalábúnak nevezték el ezt a fiút. A dongalábúság egy genetikai hátterű rendellenesség. Azóta azonban orvosi vizsgálatok alapján megállapították, hogy ez nem dongalábúság, hanem a hemiplégia nevű betegség, azaz féloldali bénulás, ami egy neurológiai hátterű betegség, és jól látszik, hogy a megduzzadt és béna jobb boka mellett a jobb csukló is ugyanúgy görcsben van. Feltehetőleg ez a kor a beszédkészséget is befolyásolta, hiszen az arcnak a fele is le volt bénulva. A fiú egész alakja igencsak távol áll a klasszikus arányoktól, az idealizálásra törekvő akadémikus felfogástól. A 17. században igencsak kedvelt volt az ilyen ideális férfi alakok ábrázolása, mint amit bal oldalon Rubens képén látunk, és ami egyértelműen a jobboldali belvederei Apollóhoz hasonlít. Ribera elszakad ettől az elvárástól, és inkább a realizmus mellett foglal állást, és meg kell mondani, hogy ebben természetesen nem ő volt az első, hiszen már az ókorban, a hellenisztikus korszakban elkezdték a hétköznapi életet és a tökéletlen emberi alakot is ábrázolni. A fiú ruházata szegényes, szakadt, földszínű, mankóját a bal vállán tartja. Ennek ellenére jókedvűen vigyorog, bár fogai között rések vannak. A bal kezében van egy papírdarab, és azon olvasható egy felirat. Ez egy latin szöveg. Da mihi elemosinam propter amorem dei, ami azt jelenti, hogy adj nekem alamizsnát az Isten szerelméért. Az, hogy felirat van a kezében, egyesek szerint arra utal, hogy talán süket néma is volt, azonban az is lehet, hogy csak a nehezített beszéde miatt volt ez a felirat a kezében. Két nagyon derűs eleme van a képnek,
Az egyik a fiú mögötti tágas, fényes táj, a gyönyörű kék ég és a kellemes napsütés. A másik pedig a fiú örömteli mosolya. Giuseppe Ribera egyértelműen jól ismerte az itáliai festészetet, például a velencei reneszánsz festőket. Talán a németalföldiek is hatottak rá, illetve egyértelműen nagy rajongója és követője volt Caravaggio-nak. Hogy milyen is volt Caravaggio festészete, aki egyébként élt Nápolyban, számos műve volt ott látható, azt egy másik Ugorja képbe videóban meg lehet nézni. Azonban alapvetően Ribera festészete mélyen a realista spanyol hagyományban gyökerezett. A spanyol festészetben egyáltalán nem volt szokatlan a fogyatékosság és az emberi nyomorúság, a szegénység megjelenítése. Ribera képei között több olyat is találunk, amelyeken a társadalom kivetettjeit, különceit ábrázolja. Itt most csak kettőt mutatok be, az egyik a Vakkoldus és kísérője 1632-ből, a másik pedig egy nagyon érdekes kép Magdalena Ventura férjével és gyermekével, avagy a szakállas nő. Ezt a szegény nőt, akit itt a jobb oldali képen az előtérben szoptatás közben látunk, és akinek szakálla volt, és egészen férfias külseje, látványosságként mutogatták a maga korában. Amikor mi azt gondoljuk, hogy a mikorunk fedez fel minden újdonságot, akkor előbb azért érdemes kicsit körülnézni, hogy a múltban nem létezette már szakállas nő például. Hogyan látja és hogyan láttatja velünk ezt a fiút a művész? Én azt gondolom, hogy egyértelműen együttérzéssel és szimpátiával mutatja be az alakot. A fiú nevetése őszinte, kedves kis gödröcske van az arcán, sűrű, sötét tüske haját legszívesebben megsimogatnánk. Egy ilyen fiatalkorú, nincstelen, hajléktalan, fogyatékos ember élete rendkívül nehéz és kilátástalan lehetett abban a korban. Teljesen természetes volt, hogy az ilyen személyeket kinevették, kigúnyolták, megalázták. Ezen a képen Ribera mégis teljes emberi méltósággal és szerethetőnek ábrázolja ezt a fiút. Megmutatja, hogy neki is vannak érzései, vannak jó napjai, láthatóan tökéletesen vidám ezen a szép napsütéses napon, vagy talán a honoráriumnak örül ennyire. José, avagy Giuseppe Ribera egy ragadványnevet is kapott Olaszországban. Lo Spagnoletto, a kis spanyol, így nevezték, alacsony termete miatt. Valencia mellett született, 25 évesen került Nápolyba, és festőként ott vált ismerté. Itt a spanyol alkirály udvari festője lett. Hosszú ideig Caravaggio hatása alatt alkotott, de nála azért nem voltak annyira élesek a kontrasztok, egy kicsit derűsebb, kiegyensúlyozottabb volt az ő művészete, és elsősorban a színvilága. Komoly nagy hírnévre tett szert, az ellenreformáció egyik legfontosabb mestere volt. Ribera festett vallásos témákat, mitológiai témákat, és különösen is fogékony volt az emberi szenvedés iránt. Kompozíciói általában nem túl bonyolultak, jól áttekinthetők, és figurái erős érzelmeket sugároznak. Tudományosan egyértelműen bizonyított tény, hogy az, hogy egy adott csoportot vagy kisebbséget hogyan ábrázolnak a művészetben, egyértelműen hatással lesz arra, hogy ezt a csoportot a társadalom a későbbiekben hogyan ítéli meg.
Ha negatívan ábrázolnak egy ilyen csoportot, akkor a társadalmi megítélésük sajnos romlani fog. Mondok egy példát, az, hogy a 19. században a cigányokat állandóan tyúktolvajnak ábrázolták a magyar festészetben, nyilvánvalóan egyfajta megbélyegzettséget okozott a társadalomban, és az ilyen megbélyegzettségekből aztán nagyon nehéz kitörni. Ez nyilvánvalóan óriási nagy felelősség, és mindenképp érettséget igényel a művész részéről. Én úgy érzem, hogy Ribera képe nagyon nagyban járul hozzá ahhoz, hogy együttérzéssel tudjunk tekinteni a másságra, a fogyatékosságra. A kép kapcsán akár azon is elgondolkodhatunk, hogy vajon a külső szépség nem vakít el minket túlságosan, nem tulajdonítunk-e állandóan túlságosan nagy jelentőséget. Mi mindent megteszünk, hogy a testünk szép legyen, és mennyire keveset, hogy a lelkünk is ugyanolyan szép és egészséges legyen. Gimnazista koromban egy barátnőmmel gyakran játszottuk azt a játékot, hogy megpróbáltunk elképzelni egy adott személyt úgy, hogy megfordulna a külső és a belső szépsége, a testi szépsége lenne belül, azok lennének a belső tulajdonságai, és a belső emberi, lelki értéke kerülne kívülre, az adná a külső szépségét. Hát elég fura játék, én ezt belátom. De azonnal kiderül belőle, hogy valójában mennyire hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy aki nem szép, az nem is jó, és aki meg szép, arról gyorsan feltételezzük, hogy nyilván lelkileg is ugyanilyen szép belül. Giuseppe Ribera látásmódja, embersége, azt gondolom, hogy minket nézőket is érettebbé, elfogadóbbá, humánusabbá tesz. Nagyon jó ilyen képekkel találkozni, és most itt megígérem, hogy Velázqueznek a hasonló képeiről is fogok majd videót készíteni a későbbiekben. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Iratkozz fel, kövesd a csatornát, és nézd meg, hát ha van még a régi videók között olyan, amit még nem láttál.